A két csapat kieső helyen várta a tavaszi nyitófordulót úgy, hogy a Kisvárda 7 ponttal jobban állt a tabellán a házigazdánál. Az első lehetőség a 25. percben adódott a vendégek előtt, Hugo Széko szögletét követően Szukalás fejesét védte Bravular király. A félidő vége előtt Lukasz került helyzetbe, de gurítása elment a kapu előtt. A ráadás perceiben beindult a haladás, Felipének kétszer is meg kellett mutatnia, hogy miért tartják az élvonal egyik legjobb kapusának. Az 51. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, a jobb oldalon Szukalász passzolt jó ütemben Grozav elé, akinek középszelőtt labdáját Horváth Zoltán továbbította a kapuba. 4 perccel később Kisien egyenlített a haladás, Bankboya került helyzetbe, Felipe azonban óriásit védett. A 60. percben ismét a brazil kapus mentette meg csapatát a góltól, és mivel a hazaiak a hátralévő időben sem tudták feltörni a várdai védelmet, a vendégek értékes 3 ponttal távoztak Szombathelyről. Nagyon örülök a győzelemnek, de az első 10 percet és a vezető gólunk után a második félidő második felét úgy gondolom, hogy szeretném elfelejteni, mert nem úgy futballoztunk, ahogy kellett volna. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a játékot gólra játsszák, főleg mikor ekkora a tét, és egy nagyon-nagyon szép támadás sikerül nekünk góllal befejezni, és ezzel a szép góllal meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Egy idegenbeli győzelem, főleg ami ennyire fontos, az mindig ad egy önbizalmat a játékosoknak, vezetőknek, de én buta lennék, ha azt mondanám, hogy nincs nagyon sok tanulnivalónk még, nagyon-nagyon komoly feladatok várnak még ránk, de viszont azt is mondom, hogy ha mi egyre jobban összekovácsolódunk, és ugyanígy tudunk küzdeni egymásért, mint ma küzdöttünk, és egy picit jobb állapotban leszünk, mert én egy picit tompának éreztem a társaságot, az utazás, stb. Úgyhogy én azt mondom, hogy örülök a 3 pontnak, és mivel egy nagyon szép góllal sikerült ezt megszerezni, úgy gondolom, hogy meg is érdemelt. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Paks 1-2, Debrecen Újpest 0-0, Molvidi FC Puskás Akadémia 0-3, Diósgyőr Mezőkövesd 1-1 és Ferencváros Budapest Honvéd 1-0. A tabella élén a Ferencváros áll 42 ponttal, megelőzve a 34 pontos Molvidi FC-t és a 31 pontos Debrecent. A 19 pontos Kisvárda 10. helyen várja Debrecen szombati vendégjátékát.